Az unió tagországaiban a mezőgazdasági területek 13,5%-át öntözik, Magyarországon a megművelt területeknek csupán az 5%-át locsolják, ami 200 ezer hektár tesz ki. A gazdák szerint az öntözésre a száraz időjárás miatt nagyon nagy szükség van. Ott folyt el mellettünk az öntözővíz, és nem tudtuk hasznosítani, mert nem volt megfelelő jogszabályi környezet, nem volt megfelelő öntözőberendezésünk, és nem volt elegendő víz a területen ahhoz, hogy mi is öntözhessünk. Így most nagyon-nagyon nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy egyrészt az öntözés fejlesztéshez alapinfrastruktúrát, tehát csatornaépítéseket tudunk eszközölni, akár állami, akár magánforrásból, valamint olyan öntözőberendezéseket tudunk rá telepíteni, amivel egy egész tábla öntözhető egy időben. Idén elsősorban azokon a területeken biztosítják majd az ingyenes locsolást, amelyeken a meglévő vízügyi rendszerek felújításával nagyobb beruházás nélkül alakítható ki a hálózat. Én úgy gondolom, 15 év után először történik az meg, hogy források mellé rendelésével és komoly szándékokkal a mezőgazdasági tárca és a belügyminisztérium vezette vízügyi tárca is közösen tud gondolkodni, adatokat kér be, előkészítési folyamatokat indít el, és ezeket végig is fogja tudni vinni. Ez a konferencia, amire ide összegyűltünk, ez is ezt szolgálja. Tanuljunk meg egymás fejével gondolkodni, tanuljuk meg azt, hogy kinek mik az igényei és mik a lehetőségeink, és ezen belül lehető legjobb és legoptimálisabb megoldást találjuk meg. Felmértük a gazdák vízigényét. Ebből eredően most megnézzük azt, hogy mely területek azok, amelyek viszonylag könnyebben válthatók öntözött területre, és megnézzük azt, hogy milyen beruházási igények vannak mondjuk azokra a területekre, amik távolabb vannak a jelenlegi tározóktól vagy vízkivételi lehetőségektől. Ez egy hosszabb folyamat, de mindenképpen már az elején is eredményeket szeretnénk felmutatni, de ezt folyamatosan végeznünk kell. A köszöntőben is ezt hangsúlyoztam gyakorlatilag, hogy ez egy mérföldkő, egy olyan mérföldkő, ahonnan elindultunk. Még nem az aratás ideje van, most még egyelőre azon gondolkodunk, mit vessünk. A jövőben viszont jelentős területen közel 1000 milliárd forintból kell biztosítani a közművek, csatornák, vízügyi létesítmények fejlesztését. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke szerint Magyarország egy új mezőgazdasági fordulat és forradalom előtt áll. Mindenképpen Jász-Nagykun-Szolnok megye egy mezőgazdaságilag nagyon fontos megye az országban. Az utóbbi évtizedekben megtapasztaltuk azt, hogy a szélsőséges időjárás miatt hol aszályos, hol belvizes időszakok vannak, és nem csak abba kell gondolkozni, hogy a termés átlagok és a termés eredmények kiegyensúlyozottá válnak azzal, hogyha öntözővizet, nagy mennyiség öntözővizet tudunk a gazdáknak biztosítani, hanem emellett a vízgazdálkodás többi területére is figyelni kell, az ár- és belvízvédelemre is. De mindenképpen Magyarország egy új mezőgazdasági fordulat előtt és forradalom előtt áll, hiszen hogyha tudjuk fejleszteni nagy mértékben az öntözést, az öntözhető területek számát, Magyarország újból akár termés átlag rekordokat is hozhat. A vidékfejlesztési tárcának már megvannak a konkrét tervei a fejlesztésről. Komoly elképzeléseink vannak az öntözés következő években történő fejlesztésére. Ez a konferencia is arról szól, hogy egyik oldalon a következő évek uniós forrásainak felhasználásával az immár 40 ezer kilométerre rúgó állami öntözőművek hatékonyabb felhasználásával, és hát a gazdálkodóknak a lényegében az ingyenessé tett öntözővízzel hogyan tudjuk a következő időszakban az öntözési potenciálunkat sokkal jobban kihasználni a korábbiaknál. Eddig a Délalföldről érkezett a legtöbb igénylés, ahol meg is valósítható az öntöző rendszerek kiépítése.